Akkor nagy szeretettel köszöntöm én is a itt jelenlévőket. Az idők szűk kerete miatt ugye 15 percünk van, úgyhogy megpróbálok csak ilyen pár ilyen szösszenetet ebbe a nagy témából elénk tárni. Ugye a maga a cím, hogy játéktér, meg netgeneráció, itt elég sok minden juthat eszünkbe. Alapvetően ott kell kezdeni, hogy ami itt ez a kis GIF mutatja, hogy én 2 évvel ezelőtt elkezdtem egy kutatást, ami a netgeneráció internet témán belül az online játékosok, sokszereplős online játékosok, ezen belül az MMORPG játékosok, hogy kik is ők valójában, mi motiválja őket, valóban olyan gonoszak, ahogy a négy média sokszor ezt tálalja, vagy valóban rossz hatással van rájuk a játék. Igazából, amikor az egész kutatást ugye elkezdtem megtervezni, akkor elsősorban egy motivációs irányból kezdtem el kutakodni, hogy a két képen lehet látni, hogy a két fő ilyen szálak, a kooperatív, meg a versengő kompetitív motivum, hogyan hatja át a játékosokat, és annak volt egy modellje, hogy ezt megvizsgáljam. Alapvetően a legfontosabb dolog az, hogy ez egy doktori disszertáció, amit ebben a témában nézek, hogy az internet milyen hatása van az emberekre, a fiatalokra, a gyermekekre, ez volt a fő kérdés, és ezen belül pedig ez a célcsoport, ez a úgynevezett sokszereplős online szerepjáték. Ezen az úton indultam el, és elén kialakult egy modell, hogy ami kicsit a jövőbe mutatónak tűnik, hogy alapvetően abba botlottam bele, hogy láthatóan, amit mi is érzünk, valami attitűdváltás van a jövő generáció lelkében, viselkedésében. És az attitűdváltás az arra utal, hogy eleve létrejöttek a virtuális valóságok, létrejöttek a virtuális online kapcsolatok, és ez mintha átírná az egész életmódunknak a szerkezetét. A mi életünkben, ami úgymond ilyen X vagy Y generáció életében ez nem hat, csak közvetett módon a gyermekünk által, de már bizonyos az a sokat emlegetett Z generáció az, akit érdemes szemügyre venni, és náluk néztem úgy, hogy van 3 fő terület, ahol érdemes vizsgálni. Egyik, hogy ha szétválasztom a valós identitást az online identitástól, akkor az a 3 csoport az úgy néz ki, hogy eleve a virtuális világban vannak ezek az avatárok, vagy a sokszereplős online szerepjátékok, ahol egy kialakított én, egy kialakított közösségi modell, ami nem létezik úgymond a valóságban, abban élnek, hogy mi is ez. De van egy, ami nagyon hasonló, sokszor játéknak nevezik, az a Second Life, ami mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt volt nagy irányzat. Ott nem játék történik, ott le van modellezve úgymond a való világ, és de ott is egy létrejött közösségek, társadalmi mechanizmusok, amit érdemes vizsgálni, és van a 3., ami nem a virtualitáshoz kötődik, de már online térben van, ez a közösségi oldalak, a Facebook, illetve majd a Facebook utáni közösségi oldal, ez egy másik kérdés. Ebből a 3 területből úgy gondoltam, hogy az online virtuális identitás felvevő játékosokat néztem meg, és ahhoz, hogy egy pár ilyen eredmény vagy érdekességet mondjak, azért nagyjából az alapvető struktúrát Kömlődi Ferenc által felrajzolt ábrában láthatjuk, hogy mik is azok az online játékok, és nem megyek be igazából a mélyébe, csak a lényeget kell látnunk, hogy alapvetően a egyszemélyes és közösségi játékokra lehet fölbontani. Az egyszemélyes, úgymond a single player játék az, aminek már nincs jövője. Egyáltalán az egész közösségiség, ami felé tart a társadalom, minden, ami magán, individuális, az online térben egy kicsit kezd, vagy nagyon kezd háttérbe szorulni. Tehát a úgynevezett massively multiplayer, vagy multiplayer játékok, vagy multiplayer valóság az, amit érdemes vizsgálni, mert akár is nézzük, a tendencia erre felé mutat. Tehát ezek a közösségi úgynevezett MMO játékok, és ezen belül van mindenféle kategorizálás, igazából az a legfontosabb, hogy a közösségiség igénye tovább él a Z generáció, illetve a Y generáció vége felé tartó gyermekek számára is, és akkor rá is térnek igazából, nekem egy 2 ilyen blokk lenne, amit most így megmutatnék. Egyik a kutatássorozat, amit 2 éve kezdtem, annak az eredményei, abból is csak egy pár érdekesség.
a másik pedig egy modell, hogy bepillantás abban, hogyha marad még idő, hogy hogy is működik mondjuk egy konkrét úgynevezett ilyen MMORPG közösség, hogyan modelleződik le egy offline valós társadalmi mechanizmus, vagy egy offline valós közösségi normarendszer, szabályrendszer egy virtuális közösségben. Ha erre marad idő, akkor egy picit beszélek erről is. Alapvetően itt a kutatás során 2011-ben kezdtem az empirikus részét a dolgoknak. Ott online kérdőív szerint 12 ezer játékos sikerült, akik online játszanak, sokszerepes online játékos, sikerült elérni. Emellett volt párhuzamosan egy másik kérdőív, akik az úgynevezett offline szerepjátékot játszották, hiszen amikor arra kérdésre akarok válaszolni, hogy a sokszereplős online szerepjáték hogyan hat a játékosokra, az emberekre, akkor meg kell nézni majd az okot, hogy valójában mi hat. Az internet, az online világ hat rá, az anonimitáson keresztül, vagy az, hogy szerepeket tud fölvenni, tehát vagy a szerepjáték hat rá, és így a kontrollcsoportokat ennek megfelelően bevontam. Az online részére a kontrollcsoport nem a szerepjáték, hanem a stratégiai játék, vagy más típusú játékok voltak. Tehát ezeket is fölvettem. A szerepjáték részre, meg a kontrollcsoport, meg az offline, a valós, a klasszikus asztali szerepjáték, vagy élő szerepjáték, ami nagyon izgalmas és külön érdekes terület, hogy is élnek ők a játék során. Ezekről most nem beszélek, most csak elsősorban a fő célcsoportról beszélnék, hogy 12 ezer játékos, kik is, mik is ők, illetve hogy a sok-sok kérdés közül, amit most bemutatnék, a kapcsolati és kommunikációs szokásaikat vagy rendjüket. És a legfontosabb, hogy a motiváció, hogy kezdtem. Tehát mi is irányítja őket, hogy valóban, amikor azt halljuk, hogy egy gyilkosság történt, egy lövöldözés, és kiderül, hogy online játékot játszik, FPS-est, akkor az biztos azért van, és rögtön összekötő a média dolgokat. De igazából nem nézzük meg az okot. Ez más kérdés, hogy most nem mennék bele a pszichológiai részbe, hogy valójában érdemes megvizsgálni, hogy adott játékos, mondjuk az érzelmi kontrollja, vagy egyéb ilyen fontos attitűdvilága, az hol is tart. A legfontosabb most az, hogy összegyűjtöttem az motivációs elemeknél három csoportot, hogy mi az, úgymond ilyen felső körbe téve, mi az, ami leginkább érdekli őket, miért játszanak, mi az, ami mondjuk ilyen közepes kategória, és mi az, amitől legkevésbé mozdulnak rá a játékra. Azért fontos, mai előadás során még érintőlegesen sem nagyon beszélnék a gamification dologról, de ez egy külön konferenciát ő megérne. Ugye a jövő egyik nagy iránya, ez közhelyi rágod, de akkor is most ezen a ponton érdemes megemlíteni, mégiscsak leszek említést, hogy a jövő intézményeibe, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyiparban egyszerűen kihagyhatatlan lesz az, hogy a játékokat, a játékos mechanizmusokat átültessék a intézményekbe, hiszen eleve más, másért nem, azért, mert a maga generáció már úgy gondolkozik, hogy az mostani intézmények nem alkalmasak arra a funkcióra, amire hivatottak lennének. Tehát itt meg kell nézni, mi motiválja őket. A legfontosabb, az első három, amiből az első kettő evidensnek tűnik, de mégis mondjuk ki, a játék világának a felfedezése. Nagyon sokan csak azért játszanak, hogy egy kicsit kiszakadva a hétköznapokból körülnéznek egy alternatív világban, mi az, ami nem történik az életükben, mik azok a dolgok, amik újdonsággal hatnak, milyen kihívások várják őket. A második a teljesítmény, a valami eredmények, pontszámok, értékek elérése. Ez a két fő motivum egyébként megjelenik a gamification-nél is, az játékosításnál is. Ha aki a beosztottjait vagy a munkatársait motiválni akarja, érdemes ilyen mechanizmusokat, amik ezekre a motivációkra épülnek, bevezetni. A harmadik a bizonyos tárgyak, úgymond a online világban lootok elérése, beszerzése, a gyűjtögetés. Itt is érdemes megvizsgálni egyébként, csak most nem fér bele, hogy nemek szerint ez hogyan alakul. És jön a középső kör, ami fontos a játékosok számára, de nem a döntő. És érdekes, hogy ebbe a körbe kerül bele a barátok szerzése, kapcsolatok ápolása. Tehát evidensnek gondolnánk, hogy a legfontosabb motivumok egyike. Azonban, hogyha erre például ráeresztünk egy nemi dimenziót, akkor kiderül, hogy a nőknél a legmagasabb szintű a szociális
igény, tehát ők általában emiatt játszanak, hogy tudjanak csevegni közben úgymond offline témákról és beszélni nem a játéka kapcsolatosan, de általánosságban ez középső kategóriához tartozik. Itt van még a karakter, amit ő kialakít, annak a fejlesztés, ápolása. Nagyon sokan azért játszanak, hogy elérnek egy bizonyos szintet a karakterre, megéljenek valamit. Nagyon sokan nyilatkoznak úgy, főleg az árkozottabb személyiségek, hogy kicsit jó egy másik világban lenni, megélni azt, amit a való életben nem tud. Erre nagyon megható történeteim vannak, amiket a játékosok meséltek el. Ez az egészségügyi iparban lehet egy nagyon érdekes dolog a pszichológiai résznél. Van a kompetitív motivum, versenyzés másokkal. Alapmotívum ugye az emberből az ott van, de nem a legerősebb, inkább hajlik a legkevésbé érdekesebb motivumok közé, és itt jönnek az alsó kör három motivuma, a 9-ből, a hírnévszerzés nem annyira fontos, ugye ezt jelzem, hogy ezt ők nyilatkoztak így, tehát ez szubjektív válasz volt, a mások legyőzése, fölényeskedés, illetve a hatalom szerzése a leggyengébb motivumok egyike. Idő hiányában ezt nem tudom tovább elemezni, viszont ez a két évvel ezelőtti kérdévhez képest a tavalyi kérdévét, amit most nemrég fejeztem be ennek a feldolgozását, megnéztem, hogy ugyanazok a motivumok egy-két változtatással hogyan alakultak egy év követően. Nagyjából azt kell látnunk, hogy a kaland felfedezés és a teljesítmény siker, ahogy mondtam, az továbbra is a felső körben legfontosabb motivumok között vannak. A csapatmunka és a kiszakadni hétköznapokból az nem volt az előző kérdéskörben, de viszont itt látszik a szociális motivumról igény, hogy az együttműködés másokkal azért mégiscsak nagyon fontos, még hogyha a barátok szerzése vagy a kapcsolatok ápolása önmagában nem is. A kiszakadni hétköznapokból a kicsit ez azt mutatja, ahogy a játékosok is mondják, hogy hagyják őket végén, nem függők feltétlenül, egyszerűen csak arról van szó, hogy picit ki akarnak kapcsolódni, ez a szabadidős részhez fog kapcsolódni, valójában nem kell túldimenzionálni a dolgokat, persze én erre azt mondom, hogy attól függ, nézzük meg milyen játék, milyen életkor, milyen helyzetben van, de ez a leggyakoribb motivum egyike. A középső körben megint ott vannak a szerepek, karakterek megélése, a versengés, a tárgyak szerzése, most már pörgetem, hogy másra is legyen idő, egy új motivumot vagy kérdést tettem be, hogy társkeresés szempontjából mennyire fontos a játék, az internet. Nagyon gyenge, a leggyengébb motivumok egyike. Annak ellenére, hogy a játékosok azt mondtak, hogy nagyon sok esetben nagyon fontos tud lenni, és majd lesz erről egy statisztika is, hogy hány százaléka lett párkapcsolata az interneten keresztül. Nézzük a barátokat. Általánosan ugye az a kérdés, balra-jobbra haladva az egy sincstől a 10 fölöttig, hogy hány olyan személyes, ahogy ők mondják IRL, vagy in real life, személyes barátod van, akiben megbízol, és szívesen megosztod a gondolataidat. Így definiáltam a barát kategóriát, hogy elég szubjektív. A leggyakoribb válasz minden esetben a 2 volt. Az, hogy az átlag az hogyan alakul, mondtam, hogy van az MMO meg az RPG, az MMO az online játék, az RPG az meg az offline játék. Ezt lehet látni, hogy az átlagos, az online játékoknak az átlagos baráti száma az alacsonyabb, mint akik a valóságban játszanak. Nagyjából ugyanez ismétlődött meg 2012-ben a tavalyiban, és amikor betükröztem, hogy és hány olyan online barátod van, akit nem ismersz valójában, arra bár az egy sincs a leggyakoribb, de mondjuk ezt az idősoros vizsgálat miatt, ezt mondjuk egy 3-4 évvel lesz érdekes megnézni, hogy hogyan fog változni. Mert az ember azt gondolja, hogy majd növekedni fog. Egyőre azt nézem, hogy a 2011 és 2012 között nagy elmozdulás nincsen, mind az átlagot, mind a leggyakoribb választ tekintve. És itt jön az, amire utaltam, hogy jött-e már létre párkapcsolatod olyan személlyel, akit az interneten ismertél meg. Ez egy kicsit ugye globálisabb kép, nem csak a játékra vonatkozik. Nekem számomra megdöbbentő volt az a 30% igen válasz. És ami olyan pozitív dolog, ugye itt a szociális kérdéseket illetve, hogy a játékok meg a gépek elszakítják, vagy mennyire szakítják el a rendes kapcsolatoktól a felhasználókat. Itt az a kérdés, hogy családtagjait közül játszik-e valaki az általad játszott online játékokkal, itt az igen, az 45% volt. Tehát a dolognak az egyik oldala az, hogy valóban sokszor függő játékosokat látunk, a másik oldala az, hogy néha a családtagok vagy ismerősök egymás között is tartják a kapcsolatot. Nagyon sokan nyilatkoznak arról, hogy jó lehetőség mondjuk arra, hogy elszakadt családtagokkal vagy elszakadt barátokkal tudnak találkozni az online térben.
A másik aspektus, ami külön megér egy témát, hogy hogyan jönnek létre online térből valós kapcsolatok, de ez egy másik dolog. Kicsit bepillantás a közösségi oldalakra. A első évben, két évvel ezelőtt csak a Facebookra kérdeztem rá, hogy mennyire aktív, hány felhasználó, vagy hány ismerőse van. Itt a 2011-esnél nem látszik messziről, 75%-a van fent a közösségi oldalakon, tehát hogy mondtam az első ábráknál, hogy van az a Facebookos közösségi tér, és van az online játéktér, itt egy 75%-os átfedés azért láthatunk. Nagyjából ugyanez ismétlődött meg a tavalyi kérdésben, tehát maradt az a 75%-os, de rákérdeztem arra is, hogy más közösségi oldalakat hogyan használ. Hát gyakorlatilag az a, mint egy ilyen 20-21% egyik sem vagyok aktív, és a Facebook az majdnem lefedi az egész 100%-ot, vagyis a második helyezett a IVIV 4%-kal és a Google Plus meg 2-vel, tehát gyakorlatilag Facebooknak ilyen vetétársa jelenleg nincsen a játékosok nyilatkozat alapján. Mennyi ismerősünk van most csak gyorsan, ez a 100-200 ismerős az, ami leggyakoribb, és ami nagyon érdekes az idősoros vizsgálatban, majd ez több év múlva lesz szerintem különösen izgalmas dolog, hogy melyik kommunikációs eszköz használod, ezt során be kellett tennie. A személyes az első, telefon, ebben benne van a mobil vezetékes is, a második közösségi oldalakon, tehát az e-mailt megelőzi a közösségi oldalakon való kommunikáció, a ötödiknél ott van az Insta Messenger, VoIP, és azért ott vannak az online játékok, in-game kommunikáció is. Utolsó helyen meg a postai levél. Szabadidőről volt szó pár előadással ezelőtt. Én annyit tennék hozzá, hogy a olvasásnak a csökkenése, vagy a megélt csökkenéséhez, hogy megkérdeztem, hogy milyen leggyakoribb, vagy mik azok a szabadidős tevékenységek, amiket leginkább a játék mellett végzel, és kiemelkedő a sportolás és az olvasás. Ezek a kategóriák. Ezen belül pedig, amik konkrét, tehát ezeket, amikor összevontam a változókat, amik a konkrét megnevezés pedig legmagasan a regények olvasása volt, ez a kitöltők 28%-a jelölte meg, ezt követő csak 10%-kal a biciklizés sportja. És aztán utána a filmnézés, kirándulás, stb. És akkor egy, nem tudom mennyi időm maradt. Jó, akkor csak ezt a párgyát végigfutom, mindenre 3 másodpercet szállnak, vagy 5-öt. Itt az a lényeg, hogy beszeretném mutatni azt, hogy működik egy virtuális közösség analógiával mondjuk a szervezeti működéssel, ami offline működik. Igazából az a lényeg, hogy ugyanúgy vannak vezetők, középvezetők, dolgozók, ugyanúgy vannak rendszerek, szabályok, és gyakorlatilag mind pszichológiai szempontból, ahogy megélik, nem nagyon különbözik, mind szervezeti szempontból nem működik. Valóban a vezetőnek kell lenni, ugyanúgy egy rendes szervezetbe, és mindenkinek van funkciója, ez most az online szerepjáték világ, amiről beszélek. Ugyanúgy van tagfelvétel, vannak ennek szabályai, hogyan veszik föl, be kell állítani a karakterét, a világát, hogy milyen személyiség jegyeket akar erősíteni, mi az, amit kevésbé fontos. Ez mondjuk a HR állás interjúnál nagyon fontos, nagyon sokan használnak már online szerepjátékot, főleg külföldön, amik a személyiségmérés meg a alkalmassági vizsgálatra van. Milyen szervezetbe fog tagozódni, milyen csoportokba, és itt vannak az analógiák, ezeket már nem sorolom föl, a vezetőket, a középvezetőket, a harcosokat, a gyógyítókat, stb. Van egy struktúra. Itt hogyan kommunikálnak in-game a karakteren belül, a karakteren kívül. Verbális, non-verbális csatornákat hogyan használják, az öltözködésekről, milyen következtetéseket levonni, mit ki, hogyan, milyen szint használ, milyen ruházatot. Itt vannak a szabályok, íratlan szabályok, írott szabályok, hogyan szankcionálnak, tehát a jog hogyan él tovább a virtuális valóságban, mit büntetnek, hogyan büntetik, és akkor ez utolsó szlájd, hogy mivel csak egy bepillantás volt, az egész kutatás eredményeire meg a céljaira létrehoztam a játékkutatás.hu oldalt, és ott található meg az összes, mind két évvel ezelőtt, meg a tavalyi kérdő, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én is szerintem túlléptem a határidőt.